Erdély, Székelyföld, Gyergyó. Mi csodálatos üzenet rejlik e három létünktől és lelkünktől elválaszthatatlan, legmélyebb bensőnkben gyökerező szóban. Bennük rögzül számunkra mindaz, amiért itt szebben susog a fenyves, emberi hangá nemesül a patak csobogás, tartásunkat egyengeti a múltból felmerülő őseink ráncos tekintete, és bíztatnak a megmaradásra. Nem először, talán nem is utoljára járunk Gyergyó varázslatos birodalmában. Bejártuk már a gyergyói havasok sok szegletét, jöjjön hát a könnyebben járható északi rész, a Borszéki hágó és a Cengellértető között húzódó Salamási hegycsoport, amelynek sudár fenyvesei néma seregként állnak ört a gyergyói lapály keleti peremén. A Maros felső medencéjének szigorú éghajlatú és nem túl termékeny földjén nem sok nép tudna megmaradni. De a Székelyt éppen olyan fából faragta a fennvaló, aki képes a legkeményebb talajban is gyökeret ereszteni. Így lett, hogy amint a Székely nép megtartotta és termékenyé tette a vattájat, a táj úgy tartotta és edzette keményé a Székelyt. Gyergyó remetéről indulunk, majd felemelkedünk a hegyek között megbújó Orotvára, ahonnan a Halaság völgyében a misztikus Tászok tetőre emelkedünk. A közrenyak után a közrehavas érintésével túrázunk a gerincen a Cengellértetőig, ahonnan végül Hágótőre ereszkedünk. A gyergyói szép tér végéhez közelgünk. Ditrón alul a tágméretű tér egybekeskenyül, a völgy életerét, a Marost, hullámzatos hegyek keskeny völgybe szorítják. Remete Ditróval szemben, a Maros balparti magaslatán, a Kőpatak völgyében igen regényesen fekszik. Nem csak a fekvése, de a múltja is regényes Gyergyó remetének. Igaz, nem túl ősi, első lakói csak a 16. században érkeztek. Legendás alapítója, az erős vonású, de szelíd tekintetű szerzetes, szobor formájában is megelevenedik a központban, emléket állítva múltnak és jövendőnek egyaránt. Az értékőrző remetei közösségről a polgármestert, Lackó Albert elemért kérdezzük. Hát itt már körbejártuk Gyergyó, de valahogy remetét mindig csak sírültünk, és ideje volt, hogy ide érkezzünk. Hát jól megváratták itt magukat. Nagy magányába Gyergyó remeteit egész nap, és már hónapok óta várja, hogy érkezzenek. Na de jó, hogy itt vannak. Ide értünk. Köszönjük szépen. Mi egy késői település vagyunk. Mi úgy lettünk remete, hogy meggyilkolták Martonyuczi Fráter György kormányzónak, tehát kormányzót, Alvincen, igen. Mm-hmm. És akkor neki egy bizalmasa volt az az ember, akit Kendefi Bonifácnak hívtak. Elmenekült, hogy nehogy az elöljárója sorsára jusson ő is, és itt meghúzta magát, itt a Maros balparti magaslatán. Aztán pap volt, orvosláshoz értett, és nagyon rohamosan gyűltek köré azok az emberek, akik felpártolták, tehát ők az elsők. A remeteieket kicsit különcöknek tartják itt Gyergyóban, a szomszédfalvak mondják ezt, tehát nem mi, tehát ezt hallottuk, mert Ditrón, Szárhegyen is elég érdekes dolgokat, de hát igaz ez? Hát ki vagyunk ide szorítva a hegy alá. Hát ilyen hegyes, dombos, völgyes patakok mentén húzódik meg a falu, ami egy kompakt nagy település, de negyedrangú földekkel. Akkor főleg a fakitermeléssel foglalkoznak. És akkor a fakitermelés volt évszázadokon keresztül az, ami a megélhetést adta, illetve a mezőgazdaság, annak is az a rideg formája, tehát nem a növénytermesztés, hanem az állattenyésztés. És ez máig is megmaradt, amellett, hogy párosult ehhez az, hogy jókezű mesteremberek, akik a fával, de nem csak, tehát mindenféle ilyen építőanyagokkal nagyon jól bánnak, és tényleg híresek.
A turisztikai információs központ vezetője Nagy József történész lesz remetei kalauzunk. 3 éve létesült a Gyergyóremetei Turisztikai Információs Központ, aminek az a szerepe, hogy az ideérkező turistákat ellássa megfelelő információkkal, a többek között videókat nézhetnek, különböző nyomtatott anyagokat kaphatnak, amivel eldöntik, hogy a történelmi értékeinket, földrajzi vagy éppen szellemi értékeinket szeretnék megtekinteni a faluban. Remete népe valamennyi szabadságküzdelemből kivette a részét. A hazáért hősi halált halt remetei honvédek méltó nyughelye, a hősök temetője. A község legősibb része a templomtér. A legenda szerint Kendefi Bonifác itt telepedett meg, az is tudja, aki nem látta, és itt épült az első templom, amely a térnek abban a részében található. Az 1771-ben leégett, és utána épült ez a késő barokk templom. 1726-ban említik a településnek az első iskoláját, és az itt volt. És itt mindig iskola volt, és a jelenlegi önkormányzat is igyekezett megőrizni. 1-2-3 osztály mindig itt van, hogy az ősi iskola helyén mindig működjön valamilyen iskola. Ez a hősi emlékmű, amely eredetileg a település központján díszelgett, 1942-ben a magyar állami képviselők jelenlétével avatták. Itt eredetileg kettős kereszt volt, aztán mikor a kommunizmus kitört, akkor az egyház és a kommunista hatóságok közötti kompromisszum eredményeként került ide, és így megmenekült. Ugye hát tele van a történelmi magyar állami jelképekkel. Akkor kinézünk arra, mert úgy gondolom, hogy szép kilátás. Igen, itt egy kilátó van, nézzünk ki a Marosra, hiszen itt megismerhetjük a településnek egy másik nagyon fontos, mondjam úgy, hogy gazdaságtörténeti részét. A központ mai arculatát már a 19. században betelepülő örményeknek köszönheti. Az erdőkitermelést és a szállítást irányító kereskedők révén remete fontos tutajkikötő lett. Itt állunk a templomtéri kilátón, alattunk folyik a Maros, ahol évszázadokon keresztül őseink ugye a fát úsztatták le, Marosvásárhely, Zám vagy éppen Aradik, hiszen ez volt a helyi férfi lakosság egyik legnagyobb, legfontosabb foglalkozása. Egész télen ugye a fakitermeléssel foglalkoztak, kitermelték a fát az erdőkről, meghántották, leszállították a Maros partjára, és tavasszal összeállították úgynevezett tutajokba. És amikor megkezdődött a tavaszi áradás, akkor ezeket elindították, és ezek 1-2 hétig, vagy akár rosszabb ideig a vízen voltak. És amikor célba juttatták a tutajokat, ami nem csak magukat a fákat vitték, hanem akár deszkát is, vagy egyebeket is szállítottak, kereskedtek is közbe, akkor gyalogosan hazajöttek. Akik sikeresen túlélték, hazajöttek, azok mindig először a templomba jöttek, és a pénzüknek egy részét felajánlták az egyháznak azért, hogy Isten megsegítette útjukba hazafele. A tutajázásról még azt is tudni kell, hogy 1906-ban, amikor megépült itt az első vasút, akkor egy csapásra összeomlott, és hát véget ért ez a több évszázados foglalkozás. A kilátó a mindennapi pihenés mellett azért is érdekes, mert aki nem jártas a Gyergyői medencébe, ebből a pontból az összes települést láthatja. Legkiugróbb a Szárványhegy, lábánál terül el Szárhegy, mögöttem össze Gyergyó, Szent Miklós, tőle jobbra a Tekerőpatak, Kiénfalva, Csomafalva, Alfalu és a medence nyugati peremén vissza is érkeztünk Remetéhez. Tehát nagyjából ezek a belső történelmi székely községek alkotják a Gyergyó-medence lakosságát. A gyergyói lapály ásványkincsekben is gazdag. A görgényi vulkánok öröksége a Maros mentén feltörő széndioxid, ami száraz gázömlések vagy borvizek formájában jelenik meg. A remetei borvíz gyógyhatása sokféle bántalomra javallott. A helyi fürdő fejlesztése az 1880-as években indult. A Maros és a történelem árja többször is elmosta, de a helyi vezetők már egy új kezelőközpont létrehozásán fáradoznak. A Maros komótosan folyik keresztül a gyergyói lapályon. Több helyütt is mocsarak szegélyezik. Ilyen az Eszenyő patak lábvilága is.
A hegyközi medencét nyugatról övező patakok szabdalt a dombvidék mögött, már a Görgény vulkanikus hegyei magasodnak. Az Eszenyőről jól látható a legendás Kecskekő sziklaorma. És a háttérben ott emelkedik a II. Világháború egyik véráztatta színtere, a Kereszthegy is. A Gyergyói medence közel 100 egykori vízimalmából mára alig 10 maradt. Goga Rozália több mint 200 éves, ma is működőképes lisztelő malma, a kommunizmus idején kényszerűségből szüntette be működését. A mosatót a rendszerváltás után hozták létre, és ma már főleg a turizmus szolgálja. Igaz, hatalmas dézsájába a mai napig hordják a környékről mosatni a szőnyegeket és a csergéket. Ez itt egy szőnyegmosó igazából, úgy kell elképzelni, mint egy nagy mosógépet, nagyméretű szőnyegeket tesznek belé, és bárkinek kimossa több óra alatt, körbeforgatja ugye a víz nyomása, és hát a víznek a minősége is olyan, hogy jó fényes lesz tőle, tehát mondjuk a templomi nagy szőnyegeket, meg ilyeneket itt lehet jól kimosni. És hát itt látható egyik éppen maradt malomszerkezet is bent az épületben, meg így jött a malomkerék és az árok. És akkor ez még működőképes? Malom működőképes, a kerék szorul restaurációra. Hát ugye adományokból restaurálja Rózsika néni, és hát ugye még, amit említettem, a csergeszövéssel foglalkozik. Így él tovább a szerves kultúra remetén, és ezt a hagyományát örökítés szolgálja a néptánc is. Különböző csoportokban, a legkisebbektől a legnagyobbakig, egyre többen perdülnek táncra. 3, és fent, lent, oldal, fent, lent, oldal, fent, lent, oldal, oldal, fent, lent, oldal, fent, lent, oldal, fent, lent, oldal. Köszöntöm szépen, addig is sziasztok. Sziasztok. Lehetek jók. Sziasztok. Szia. Tisztelettel. Hozz kedvé. Rigmányi Lajos egészség. De ez csak a töredéke annak a létszámnak, ami ugye itt néptáncol. Hát ez nagyon a töredéke. Ezek a délutáni visszajáró csoportok, akik tényleg szeretetből ezt még radásként szabad idejükből foglalkoznak. Amúgy szerencsére ez egy olyan hely, egy olyan település, ahol ezt aktívan óvodától iskoláig elkezdve mindenhol csinálják. Hát az iskolákba is bejárunk, az óvodákba is, úgyhogy összesen egy olyan 350-400-an vannak, akik ezt így gyúrják. Átkelünk a Maroson és neki indulunk a hegyekkel ölelt gyertyói lapálynak. A látképét a ditrói templom uralja. Egy magaslatra érve, az Orotva patak völgyébe illeszkedő falucska tárul elénk. Az Orotva völgyében megélni csak a szívós természetű székely tudhat. A Virgonc patak hullámait munkára szorítja az ember hatalma. A partjain épített fűrészgépek körül vannak szétszórva az Orotva telep szerény házikói, hol oly emberek laknak, kik valójában véres verejtékkel keresik kenyerüket. De azért ők mégis ragaszkodnak-e kopáron rideg bércekhez, mert a szülőföldjük, mert ahhoz a honszeretet és múlt emlékei csatolják, miért annyira kedves előttök, hogy a kínálkozó jólétért sem hagynák oda. Hogy manapság ki s mit hagyott a kecsegtető jólétért, hogy ki mit vett s mit arat, azt most ne feszegessük. Nézzünk szét inkább a hegyek közé zárt szorványtelepülésen. Az apró fűrésztelep környékén az 1800-as években egyre többen próbálkoztak szenetbányászni, vashámort, cséplőgépet, vízimalmot működtetni. Aztán lett kápolna, iskola és a 20. századra megszületett Orotva, ami nem állt a fejlődés útjába, észrevétlenségében mégis elkerülték a tébolyult eszmék. A falut a tilalmas erdő felől közelítjük meg, ahol az autodidakta furuja művész Szőcs Jani bácsi vár bennünket. Jó
Adjon Isten! Adjon az Isten! A környék! Meg vagyunk, hát magunk is! Meg vagyunk, a környék legjobb furulyasat keressük! És ez már orotva? Orotva ez, orotva. Ez tilalmas tető. A belső orotva. Az erdő miatt tilalmas, ugye? Ez a tilalmas. Mióta? Gyerekkora óta fújja? Ja, 10 éves koromban. Hát nekem van harmonika, van hegedű, van citorom, négy hangszére tudok én. Kitől tanulta? Hát én saját magamtól. És ez a kedvenc hangszére, a furulya? A furulya, a furulya, azért jó, mert teszik az oldalára, ha megkergetik és már, ha megkergetik és nem kell, nem izélik, mert nem nehéz, mint a harmonikát, hogy csipálja, de furulya, könnyű hangszere. És fiatalok van még, aki fújja furulyát? Itt a Orotva vagy a környéken? Itt igazság szerint van még egy Csirilla mindjárt kijő, Csirilla János. Akkor lesz, aki tovább viszi. De nem, hát az velem egy idő. Ja? Már velem egy idő, se nem. De milyen emberek a orotvaiak? Jó emberek? Jó, éppen csak nem lehet megenni őket. Hát igen, olyan jók. Jó, hát jó emberek. Orotva nevéhez egy megdöbbentő második világháborús történet is kötődik. 1944-ben a szövetségesek visszavonulásakor egy falábú német katona lemaradt a sajátjaitól. Az oroszok épp itt, a falu határában érték utol. Amikor beszállásoltak egy családhoz, magukkal vitték a foglyot, aztán ahogy szokták, agyonlőtték. Később a Székely család tisztességesen eltemette a kertje végében a kamerádot, döktéduláját elküldték Németországba. Özvegye éveken át járt vissza a sírhoz. A Kicsiny falu iskolájának padjait Erős Zsolt hegymászó is koptatta. A helyi emlékezet szerint a környező hegyekben mászott először, a falu környéki sziklákon kereste az első fogásokat. Ideje is, hogy nyomába eredjünk. Hányszor indulhatott neki a hegynek például a Halaság patak völgyében? Az égtelen antennáiról már messziről feltűnő tászoktetőre indultak az Erdélyi Kárpát Egyesület borszéki táborának résztvevői is. A tetőn mi is becsatlakozunk a sajátos zarándokútba. A körimádság az sokkal hatásosabb, mint mikor magunkba egyedül imádkozunk, ezt kell tudjuk róla. És próbáljunk úgy imádkozni, hogy foglaljuk bele, vagy kérjük, könyörögjünk, ami édes hazánkért, az őseink lelki világáért, megnyugvásáért, magunkért és családunkért, és az elkövetkező nemzedékért. Halló magyar, hol vagy felej? Halló magyar. A tászoktető ősi kultikus hely, az úgynevezett írott kövekről nevezetes. Ahogy Solti Imre meséli, a 20. század elején 8 darab rovott kőtömböt találtak itt. A 6. századra datált feliratokat kutatók, régészek és történészek is tanulmányozták, ám jelentéstartalmukat máig nem sikerült megfejteni. A román kommunisták persze mindent megtettek, hogy eltüntessék a nyomokat. Egy részüket felrobbantották, és a salamási iskola alapjába is kerültek belőlük. De a székelyek tudatából nem lehetett kitörölni őseik egykori szent helye, a tászoktető szellemét.
Az Eke vándortáborának ez a rendhagyó túrája azt a célt is szolgálja, hogy a túrázás síkjáról átvezesse a résztvevőket a zarándoklás természetfeletti és történelmi dimenziójába. Hogy a természet szépségei mellett az úton járók felfedezzék a teremtőt is. A túra ötletgazdája, a Mária út egyik erdélyi vezetője, Molnár Sándor barátunk. Ez a túra félig meddig túra és félig meddig zarándoklat. De ebből rendszert is lehetne csinálni, minden évben meg lehetne ezt így rendezni. Ezt úgy szeretnénk, hogy mindeneke táborban egy-egy turát kinevezünk zarándoklatnak, és akkor így a természetjárás kapcsolódik egyben a történelemhez is, meg a transzcendenshez is, hiszen imádkozunk, és a lényeges kérdésekről is beszélünk, ami az életünket érinti. A közrenyak hágójában búcsúzunk el a vándortáborozóktól. A közrehavas felé megyünk tovább a gerincen. Hosszú, erdős szakasz következik. Ki se látunk a fenyők közül. Csak akkor, amikor nagy ritkán havasi legelők szakítják meg a fenyves, méltóságos monotonitását. Cengellérre érünk. Az egykor lakott település ma már szinte csak a hágó nevében él tovább. Mintha a névadó püspök Szentgellért is levette volna a kezét a faluról, a 70-es években elnéptelenedett. Hágótő felé kanyarodva a Cengellértető északi felén az 1916-os román betörésre emlékeztető hősi emlékmű állt egykor. A Lütgendorf hadtest gyergyói és tölgyesi harcainak története valóságos hőskköltemény, mely ragyogó bizonyítéka a magyar nemzet katonai erényeinek. A román seregnek igen jelentékeny orosz tömegek érkeztek a segítségére, hogy megállítsák a monarchia csapatainak előrenyomulását. 6000 katona állott szemben a 35000 főnyi támadó oszloppal. Az orosz vonalat sikerült áttörni. Az 5 napig tartó heves csata folyamán Károly trónörökös a Putna-hegység nyergéről figyelte a csapatok diadalmas előrenyomulását hágótő alja felé. Ezen a helyen később emlékoszlopot emeltek. Ilyen nehéz harcok árán sikerült Erdély földjét felszabadítani az ellenséges megszállás alól. Az emlékoszlop tetején eredetileg turulmadár volt, de a kommunisták vörös csillagra cserélték. 1989-ben talán ezért is döntötték le ismeretlenek, de a gyergyóiak már az eredeti emlékoszlop visszaállításán munkálkodnak. A nap is velünk süllyed, ahogy a sáros és a sötét Putna patakok egybefolyásánál elterülő hágótőre ereszkedünk. A vízválasztó gerincen túl hegyekkel körbekerített apró falu is a gyergyóiak kirajzásából keletkezett. A múlt században még iparvasút is épült, akkora fafeldolgozó volt itt. Ám mára elnémultak a fűrészek. Alig maradt már erdő a környéken. A csend lett az úr hágótőn. Az elszigeteltségében előregedő falu közösség a végét járja. Mégis, aki itt maradt, az már örökre egyé válik a természettel és a teremtővel. Mert el lehet menni messzi nyugatra, de ez a föld, a székelyek földje, gyergyó földje, ha kemény is, ha rideg is, mindig visszavárja tékozló fiait. És a természeti környezet, a gyergyói havasok levegője, a kristálytiszta patakok és a sudár fenyvesek mindig tárt karokkal várják a hazajáró vándorokat.